nekem nagyon furcsa azt olvasni, hogy bebizonyították, hogy az innovációra nincsen hatással az otthoni munkavégzés. Egyrészt baromi óvatos lennék az a kapcsolatban, hogyha emberekről beszélünk, akkor mi az, hogy bebizonyították. Tehát, hogy ezt, ezt így azért nagyon, erről majd még lehet, hogy fogunk még beszélgetni egy kicsit, mert ez nyilván a tudomány, filozófiai, meg, 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 egyéb kérdés is, hogy ismeretelméleti kérdés, de, de szerintem ez így per nem nagyon nehéz azt mondani emberekkel kapcsolatos dolgokra, hogy, hogy bebizonyították. Mert három kutatást csinálok három perc alatt, ami meg bebizonyítja majd az állánkezőjét. Egyébként szerintem több tudományosan megalapozott bizonyíték, és akkor legyen ez a második szóla mellett, hogy az innovációra jelentős befolyás gyakorol az, többek között ebben a könyvben is, mint az innovatív génben is tudsz ilyen jellegű kutatásokról olvasni, nagy mintást, évtizedeken átívelő kutatásokról, ahol ennek az ellenkezője mellett érvelnek elég meggyőzően. Ugye itt a térszerkezet kapcsán szoktál emlegetni sokat egy könyvet, ezt szerintem majd azért, majd azért hoz be itt a spontán találkozások kapcsán, eh, ahol szintén arról számol be minden megfigyelés, kutatás, eh, hogy nagyon is fontos a spontán találkozások, a spontán ötletcserék szempontjából az, hogy fizikailag is egy eh, termen térben Tehát egy önmagában ezzel is elég, eh, eléggé óvatosan mennék, hogy mit jelent az, hogy bebizonyítottuk, és hogy, eh, és hogy így, eh, is mondjam, van egyfajta ilyen szemezgetés, azt, azt látom a, a nagyvállalatok gyakorlataiból. És soha nem nézzük ezeket így egy egységes keretbe. Ugye? Tehát, hogy évek ezelőtt ugye elhangzott, hogy a Google-nek például milyen uh, kiválasztási uh, metodikája van, hogy milyen elképesztő interjú uh, folyamatok vannak, és hogy ugye itt volt talán ebben a könyvben is le van írva, hanem az innovatív génben is le van írva, hogy, hogy ez az ilyen Americans Get Talent típusú ilyen tehetség sokon keresztül is válogattak ki, de hogy volt olyan is, amikor, amikor ilyen nagyon furcsa feladatokat kellett megoldani részvőknek, vagy ilyen rejtvényszerűeket, vagy ilyen nagyon kreatív fradat megoldásokat. És, és igen, voltak olyanok, amikor ez a tényleg ez a hardcore szivatásos interjúkat csináltak a google Oké. Okay. És ugye ezek le is vannak írva, az Erik Schmidték is ugye írtak ezzel kapcsolatban egy könyvet. És mindig azon gondolkozom, hogy mindig aktuálisan, amikor az aktuális ilyen trendvonatra ez így szépen át tud csatlakozni, akkor abból kiemeljük, hogy persze a Google is így csinálja. És valahogy sosincs feltéve a kérdés, hogy egyrészt most is így csinálja. Tehát tudjuk-e, hogy ez a rendszer még mindig ott van, és úgy javasoljuk ennek a bevezetését, hogy egyébként a cég maga, aki bevezette, is megmaradt ennél a kiválasztási módszer. Most kiválasztás, de mindjárt kicsit tágítom a kört. Tehát, hogy egyrészt fennmaradt fenn -e ez a gyakorlat, igazolt -e az élet? A Google esetében tudjuk egyébként, hogy számtalan kiválasztási módszert már nem használnak. Ennek ellenére ez ugye úgy terjedt szét, hogy a Google így csinálja, tehát akkor csináljátok ti is így. Kettő. Tudjuk-e úgy csinálni, hogy a Google csinálja? Meg tudjuk-e Például a világ legjobb mérnökeit fizetni. El tudjuk ezt szívni a legjobb agyakat minden területen? Mert ha nem, akkor lehet, hogy a mi kiválasztási sztenderdjeinket nem biztos, hogy oda kéne tennünk, és az ezeket, és a befolyásoló mechanizmusokat sem pont úgy kell majd beállítanunk, mint hogy a google be van állítva. Három. Egyetlen céget, legyen az bármennyire nagy vagy pici, sem lehet egyetlen menedzsment tevékenység alapján megítelni. Tehát, olyan nem létezik, hogy én kiválasztom az Apple-nek a innovációs polisziét, a Google-nek a HR polisziét, nem tudom, az Amazonnak a a, 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 minőségbiztosítási polisziét, és akkor mindehez a Salesforce-nak a marketing rendszerét, és akkor nem tudom, és akkor így összegyúrtam a világ legjobb cégést, azt valójában meg nem, nem gyúrtam össze a világ legjobb cégét, meg legsikeresebb, leginnovatívabb, legeredményesebb vállalatát, hanem egy, egy, egy szörnyet hoztam létre, mert ezek a folyamatok egymástól teljességgel elválaszthatatlanok. Elválaszthatatlanok, ú, de nehéz szó. Így van, így van. És itt két ilyen dologgal szoktunk találkozni. Az egyik, amit most te hoztál, csináld így, mert látod, hogy ők is így csinálják, és működik. Most ilyenkor az a nehéz, és mondanám azt, hogy vizsgáljuk meg, a legtöbb esetben nem lehet megvizsgálni. Én több ilyen állításnak próbáltam utána járni, hogy vannak-e egyéb beszámolók, nagyon gyakran látom azt, és nem tudom pontosan, hogy, hogy mi ennek az oka. Igazából ugyanaz az egybekezdés ismétlődik egy-egy dologgal kapcsolatban, és hogyha mélyebbre utána akarsz ásni, semmilyen forrás nem találsz. Na most én nem tudom, hogy ez több ilyenkor ilyenkor legendánál, vagy tényleg van mögötte valami, de hogy nekem nagyon gyakran az a benyomásom, hogy itt valaki tett egy állítást, hallott valamit, lehet, hogy ez egy, lehet, hogy ez egy hónapi kipróbált eszköz volt, amiről ő hallott egy ismerősétől beleírt egy könyv, és azóta ezt hivatkozzák körbe, ez nagyon gyakran lehet. A másik pedig, hogy tényleg így van, tehát tényleg ezt alkalmazzák és használják, viszont és itt van az igazi nehézségünk, amikor menedzsment eszközökről, meg módszerekről van szó. Nem igazán tudjuk, hogy ez tényleg működik-e. És miért mondom ezt? Hiszen mondhatnánk azt, hogy ők így csinálják, ez a cég nagyon jól megy, tehát ez a módszer működik. Egyrészt, onnan tudjuk, hogy nem ennek a módszernek ellenére működik a cég? Hát mi van akkor, hogy én azt mondom, itt minden igazgató ordít a beosztottjaival, és nagyon jól megy a cégnek? Tehát, az ordítás egy működő menedzsment módszer. Ugye, aki már végzett statisztikai kutatást, azt tudja jól, hogy ez nem ilyen egyszerű, hiszen a többi faktortól el kellene különíteni, ami nagyon gyakran lehetetlen, főleg akkor, és akkor itt jön ez a gyönyörű szép dolog, hogy főleg akkor, hogyha egy iparákban egyébként mindenki így csinálja. Tehát mi van akkor, hogy egy iparákban van egy rossz szokás, és ezt a rossz szokást még jelenleg senki nem törte meg. És ugye gyakran szoktunk ilyennel találkozni. Tehát amikor teszünk egy javaslatot, hogy egyébként menedzserként így érdemes viselkedni, mert hogy ez, ez eredményes, és akkor mondják, hogy de hát ebben a szektorban nem így csinálja senki, és mégis működik. És akkor ilyenkor szoktuk így nézni, hogy értem, de ez pont azt jelzi, hogy egyébként még senki nem volt, aki megtörte volna ezt a, ezt a rossz szokást, ha lehet így mondani, és ennek ellenére megy az iparág, mert hogy nincsen más opció, hogyha Wall Street-en akarsz dolgozni, akkor így kell dolgoznod, és ezt kell elviselned. Mert különben hát kihull az belőle. Hát ez az egyik lehetőség, hogy ennek ellenére működik. A másik pedig az, hogy mi van akkor, hogyha ennek ellenére sem igazán működik. Tehát van mondjuk egy iparág, amely 40%-ot nő évről évre, és ez a cég ez évről évre 15%-ot növekszik. Erre szokták azt mondani, hogy persze, hogyha azt mondom, hogy hogyan növekszik ez a cég, akkor azt mondhatjuk rá, hogy repül előre de valójában az iparág többi szereplőjéhez képest ő gyengébben teljesít. És éppen ezért, amikor olvasunk egy ilyet, hogy itt van egy cég, és ez működik ez a módszertan, mert hogy ők hogyan növekednek, hát ez édeskevés. Ez édeskevés információ ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez a módszertan működik. Milyen szépen összeér ez egyébként, a, ugye van-e a közgazdaságtannak most egy ilyen viszonylag új új, hát Magyarországon új, de egyébként már 30 éve nagyjából ben van ez a nem növekedés, ugye a, a mondjuk itt ilyen ökológiai szemléletű közgazdaságtan, ami azt mondja, hogy hát azért elég furcsa dolog az, hogyha a világot, meg a világ fejlődését azt egymérő számra ö, próbáljuk beszűkíteni, ami a GDP, mert a GDP mögött is nezerféle dolog állhat, és, és az is egy nagyon sok összetevős történet, de még mindig nem fedi fel teljesen, hogy, 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 az az adott ország az egyébként milyen, és hogy mondjuk oda akarná -e költözni. Tehát én hiszem, hogy lehet, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy én mindig a, a világ leggyorsabban növekvő gazdaság országában szeretnék élni, ezért a teljes családommal megyek Tajikisztánba, hiszen ott 23,5%-os volt a GDP növekedés 2019-ben, tehát ez egy rohadt jó ország. De most ezt így azért nem merném kijelenteni, pusztán egy faktor alapján. Tehát, hogy igen, elképzelhet, hogy érdemes talán más indikátorokat is bevonni. Másrészt, amit, amit mondtál, arról eszembe jutott az, hogy, hogy ugye közben pedig hányszor kapta meg Steve Jobs élete során azt, hogy ő mennyire toxikus vezető. Csak hogy ráutaljak egy másik LinkedIn-en zajló beszélgetés. Rá egy külön adásban érdemes lesz beszélni, de ugye itt volt egy felvetés ezzel kapcsolatban, hogy ez a jelző, toxikus, eléggé így repül. Mindenfelé toxikus szervezet, toxikus főnök, munkatársa, többi, minden tud toxikus lenni valóban. De hogy ugye, hogy közben hányszor? mondták azt Jobsra is, hogy na hát ilyen emberek nem dolgoznék. Egyébként Jeff Bezosról sem feltétlenül az a képél az emberek fejébe, hogy ő milyen szuper megértő, főleg ha már eltiportam azonos szakszervezeti tüntetést. Arról se az üteszed be, hogy ez milyen, milyen szuper vagy Elon Musk se arról híres, hogy olyan nagyon könnyű vele együtt dolgozni. Most amennyit tudunk, mert hogy ezek a cégek azért igen komoly titoktartási szerződéseket is aláíratnak. Ez részben magyarázhatja egyébként azt az információ hiányt, amiről az előbb beszéltél. De hogy nézzük már meg, és ez mind-mind számomra arra világít rá, hogy valamit mindig kihagyunk az egyenletből, ez pedig az, hogy az adott termék egyébként, amit az a szervezet létrehoz, most vagy egy szolgáltatás, végül is minden ilyen szempontból, hogy az önmagában mekkora értéket képvisel. És hogy azért ezt láttuk még korábban, amikor marketinggel is foglalkoztunk, hogy sok cég tényleg annak ellenére megy és működik jól, hogy kb. mindent elrontanak, amit el lehet rontani. Akár a menedzsment oldalt, akár az üzleti élet más aspektusait nézzük, de hogy annyira jó a termék, meg annyira jó a szolgáltatás, és annyira megvan a piaca. Annyira jó időben léptek be, és annyira pont jó időben elsők indítottak. Voltak, tényleg akár kvázi monopóliumuk van azon a területen, ugye ma is volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy hát igazából lehet, hogy ez a cég, most fogom nevén nevezni, elkövethet rengeteg hibát, kvázi, mert hogy annyira létfontosságú és nélkülözhetetlen az a dolog, amit gyártanak más cégek számára, hogy hát kb. mindegy, hogy mit csinál, mert, mert, mert nagyon jó időben egy rendkívül jó terméket ügyes fejlesztéssel oda tudtak tenni a piacra, és ott vannak a piacon. Így és milliárd fölött egy cégről beszélünk. Tehát, hogy ez kicsit, kicsit, sok, kicsit, kicsit, nagyon sokat ö, szoktunk más tényezőkről beszélni, de hogy ez azért alapvetően nagyon rossz menedzsment gyakorlatokat is képes elfedni. Így van, ez, ez kicsit olyan, mintha az 1800-as évek közepén Kaliforniába elment volna valaki, és fejenáva állva, magyar népdalokat énekelve mossa az aranyat, és kimos neki egy csomó aranyrögöt a, a, folyó, eladja, meggazdagszik belőle, és utána elindít egy kurzust, és elmondja azt, hogy egyébként így kell aranyat mosni, fejen állva, magyar népdalokat énekelve, és akkor mindenki csinálná, mert hogy, mert, hogy, mert hogy ez működik, ugye? Itt van, itt van ez a példa, működik az így történő aranymosás, itt van rá egy sikeres példa, és akkor elkezdenének ilyen licenszeket vásárolni, hogy akkor tanítjuk, hogy hogyan kell aranyat mosni, és bebizonyították, hogy ez működik, mert hogy az, abban az időszakban ez, ez bevet volt, és, és mindenkinek működött. Na most az a nehézségünk, hogy már is látjuk, hogy itt valami más lehetett a háttérben. Tehát például, ha 90-es években indítottál egy céget, vagy a 80-as években, vagy a 70-es évek végétől, és van egy menedzsment kultúra, akkor azt gondolhatjuk, hogy pusztán azért, mert hogy itt van egy menedzsment kultúra, vagy van egy bármilyen egyéb kultúra, ez működik. Holott valójában a közös ezekben a cégekben nem a menedzsment kultúra, lehet, hogy ez is közös, mert ugye egymástól tanulták, de nem ez a sikerű kulcsa, hanem valami egészen más, és láttunk erre példákat, ugye, ahogyan tőlük eltanultak egy néhány dolgot, mondjuk újabb cégek, besültek vele, ezeknek a cégeknek is át kellett alakítani bizonyos elemeit a működésüknek. Pont azért, hogy sikeresek maradhassanak. Nem azért voltak sikeresek, hanem annak ellenére, hogy bizonyos elemek megvoltak a cégben. És ez nem feltétlenül azért van, mert elavultá váltak ezek a dolgok, hanem azért, mert eleve nem voltak túl korszerűek, eleve nem voltak annyira jól működőek, és ez idővel, ahogyan például a termékük, szolgáltatásuk egy kicsit már kevésbé volt úttörő, meg is látszott a cégük teljesítményen. A Microsoft szerintem egy egy kiváló példa erre. Vagy a Kodak. Um, úgyhogy és akkor még rengeteg ilyen céget látunk, ahol ez a váltás nem sikerült, és ahol ugye amikor a termék maga egy picit meggyengült, kevésbé volt már vonzó, helyettesíthetővé vált, túlnőtt rajta a piac, elment mellette az élet. Ugye ezt, ezt szoktuk mondani, ugye az innovatív génben is leírja um, Jobs azt a példát, hogy, a, hogy, hogy miért nem a Xerox lett a Microsoft, és egyébként az Apple részben. Um, tényleg olvassátok el, mert nagyon tanulságos, hogy hogy nem vesz észre például egy szervezet, ami ugye a saját világában van bezárva, és nincs, hiányzik belőle például az innováció kultúrája, az innovációra való képesség, akkor, akkor hogy tud? Hogy tud elmenni mellette a világ? Tehát, hogy ezt szerintem sokszor ilyenkor derül ki egyébként, hogy vajon, vajon a termék volt elképesztően erős, és az vitte ezt a, ezt a céget a csúcsra, vagy pedig eleve egy jó menedzsment gyakorlatok sorozatával nőhetett akkor a cég, és emiatt a jó menedzsment gyakorlatok miatt, vagy részben emiatt tudott, euh, tudott sikeresebb lenni a hasonló termékeket gyártó cégeknél. Így van, és éppen ezért legyetek rendkívül szkeptikusak, amikor bármilyen ilyen definitív állítást hallotok, vagy olvastok valakitől, hogy beled bizonyítva, hogy, és utána főleg egy ilyen általános mondat, belet bizonyítva, ez már ezerszer bebizonyításra került, hogy a vezetői önismeret a legfontosabb vezetői képesség. Igazolva lett, hogy az empátia a legfontosabb eleme egy vezetőnek. Ugye már eleve van némi probléma, vagy ellentmondás a két állítás között, mert annyi mindenről bebizonyították, hogy ez a legfontosabb, hogy ezzel óvatos lennék, de hogy eleve ilyet egy ilyen általános megállapításként nagyon-nagyon-nagyon nehéz kimondani. És nem nagyon nehéz. Szerintem ez lehetetlen. Tehát annyira bonyolult, és különösen céges világban nagyon nehéz információt szerezni szervezetektől. Nem szeretnek a szervezetek olyan kutatásokban részt venni, ahol a végén esetleg az is kiderülhet, hogy nálunk nem minden működik olyan nagyon jól. Vegyük csak példának Peter drucker aki a 40-es években a General Motorsról készített egy ilyen kutatást, nem volt annyira kedves az elemzésében, évtizedekig nem álltak szóba vele a megállapításai után. Tehát ne legyenek illúzióink arról, hogy az ilyen történetek, hogy egy cégen belül hogyan mennek a dolgok, ez így önmagában, hát erre nem építenék. Erre egyáltalán nem építenék, és éppen ezért ez megjelenik a kutatásokban is. Tehát amikor egy ilyet olvasunk, hogy bebizonyították, hogy és utána egy ilyen hát szép nagy ernyővel bebizonyították, hogy egy vezetőnek, hogy semmi konkrétum, hogy milyen pozícióban, vagy milyen helyzetben, vagy milyen keretek között, hogy hanem hogy definiáljuk egy egyáltalán a vezetőt. Igen, hogyan Igen. definiálják a vezetőt, hogy egy jó vezető ezt és ezt és ezt csinálja. És én ezért szeretem nagyon a Manager tools az eszköztárát, és ezért hoztuk be Magyarországra, mert egy nagyon jól meghatározott, nagyon szűk, tehát hogy te vezetőként a közvetlen csapatoddal hogyan dolgozz együtt, témára ad konkrét iránymutatást. És ezt két dologban méri, eredményesség, kvázi, Eléred azokat az eredményeket, amiket a szervezet támaszt feléd. Nem vizsgáljuk azt, hogy oké, okay, itt lehet 500 féle eltérés, hogy a szervezet hogyan állapítja meg, és a többi persze, értjük. De ez egy idő után kiegyensúlyozódik. A másik pedig a megtartás.